Még egy-két szelet hiányzott csütörtökön, de péntek délelőtt már körbeért az óriáskerék, már csak a kabinok vannak hátra az összeszerelésből. 2020 nyarán állt először ilyen attrakció a belvárosban. Legutóbb egy évig látogathatták az érdeklődők a kereket, amit tavaly szeptemberben bontottak le. Idén azonban visszatér a látványosság, melynek sokan örülnek. Jobb, mint a minaret, nem kell ugye fölgyalogolni a spirálon, úgyhogy szerintem jó. Szerintem jó lesz. A turisták is várják, hogy felülnézetből láthassák a városunkat. Jó látvány az biztos, mivel itt a vár, itt a tér, a város is nagyon szép, a hegyek is vannak, hát szép, én jóra számítjuk. Az üzemeltetőtől megtudtuk, az eddiginél modernebb óriáskereket hoznak a városba. A magassága és a kabinok száma az változatlanul, tehát 32 méter magas, illetve 24 kabinnal rendelkezik, ami kabinonként 6 férőhelyes. Ami a egyik lényeges változás az előző kerékhez képest az, hogy itt zárt kabinok lesznek, a másik, hogy kisebb alapterületen lesz elhelyezve. Ez egy korszerűbb és modernebb kerék. Az óriáskerék üzemeltetője hozzátette, július 1-től augusztus végig marad az attrakció a Gárdonyi téren. Ezt azzal magyarázza, hogy a tapasztalatok alapján a nyári időszakban a leglátogatottabb.